A szakember elismeréssel szólt az Egyesület értékmentő tevékenységéről, amely méltó folytatása a nagy néprajzkutató elődök munkájának, akik közül kiemelkedik Györfi István, aki a 20. század elején érzékelte, hogy az alföldi népi kultúra kutatása és megmentése mennyire elmaradt a többi magyarországi régióhoz képest, így gyűjtő utakat szervezett munkatársaival a Tiszántúrra. Nekem ez itt egy különleges élmény, hiszen én Györfi István dédunokája vagyok, és itt látni őt a szobrát, ahogy ül, vagy látni itt a kiállításban is az arcképét, ez különösen most, hogy már én se vagyok annyira fiatal, ez mindig megérint, hiszen én is most sokszor újraolvastam Györfi István műveit, és mindig elcsodálkozom, leginkább azon, hogy szegény 50 éves kora fölött, alig múlt el 50 éves, amikor elhunyt, és micsoda életművet hagyott maga után, és főleg innen a térségből, egy Szűrszabó fiából micsoda gondolkodó lett, és milyen nagy műveket hagyott maga után, és nem is tudom, mi lenne nélküle, hiszen nem pusztán dokumentált, fotózott, hanem hihetetlen invencióval és érdekesen kutatta, tárta föl például a cifraszűr használatának történetét, vagy nem is beszélve a alföldi pásztorokról írt műveit. A tárgyi örökség megmentéséért rengeteget tett, ahogy teszik ezt most a jelen egyesület tagjai is. Magyarország abból a szempontból szerencsés ország, hogy a népi kultúrája, paraszti kultúrája közelmúltig a mindennapok része volt, tehát a néprajzi tárgyakat még a elmúlt 10-15-20 évben is lehetett gyűjteni, és a népszokások és élő szokások voltak sok helyen, ugyanakkor sok helyen nem. Épp a megnyitó beszédemben is azt mondtam, hogy az Alföldet sokáig azért nem fedezték föl a néprajzkutatók, mert egy polgárosodott, városiasodott terület volt, és például a periférikus területekhez képest, mint Erdély, nem voltak olyan abban a korban, akár a 20. században régiesnek, archaikusnak tartott szokásai, tárgyai, hiszen az ipar, a gyáripar termékek hamarabb elérték. De voltak olyan értékei, amelyeket talán észre se vettek, hogy csak egy példát mondjak, és amelynek az egyesületnek is az egyik nagy teljesítménye az elmúlt években, ez a fedeles kapu, kunkapunak a hagyományának, készítésének a nem pusztán dokumentálása, feldolgozása egy könyvben, hanem megmentése és újrahasználatba vétele, hiszen ma már egyre többen egyrészt állítanak ilyen kapukat, másrészt pedig a térség, a nagykunság, de hallom, hogy most már a kiskunság örökségének is egy élő örökségének a része, és egy szimbolikus tárgyá vált. Szóval az egy példa is jelzi, hogy mennyire fontos az a tevékenység, amit itt végeznek ebben az egyesületben, és számos hasonló egyesületben a Magyarországon. Dr. Granasztói Péter szerint így nem csak a múzeumi tárgyakon, könyvekben marad meg a nagykunság hagyományos tárgyi öröksége, hanem az egyesület fafaragóinak, fazekasainak, hímzőinek, bőrműveseinek köszönhetően napjainkban is élő, és így hosszú ideig élő is marad ez az örökség. A népművészeti örökségnek nem úgy kell megmenteni, hogy ne lehessen beépíteni a mai mindennapi életünkben, hanem az igazi és nagy feladat az, hogy hogyan lehet ezt a mindennapi tárgykultúránk a modern tárgyi környezet részévé tenni, akár mai ruhák, viseletek részévé, akár a szobai textíliák részévé. Tehát nem kell azt gondolom mindenáron ragaszkodni minden formai tartalmi jellegzetességéhez, hanem úgy kell átalakítani ízléssel, hogy a mai használatban is érdekes legyen, és akár a mai fiatalok is megtalálják benne a modernséget, vagy az eredetiséget főleg, hiszen a mai világban ezek a régi tárgyakról leszedett minták, vagy akár tárgyformák igazán eredetiek is lehetnek, hiszen azért a mai tárgyi világunk elég uniformizálódott és globalizálódott, és ebben tudná valószínűleg az ügyesen újrahasznált, újra gondolt tárgyak megtalálni a helyüket.
A Nagykunsági Népművészek Egyesületének elmúlt 20 évét, a tagok által elért eredményeket, az azóta született szakkönyveket dr. Eskovács Ilona, etnográfus, az Egyesület jelenlegi elnöke mutatta be. A tárlaton karcagi és tiszafüredi fazekasok, karcagi csipkeverők, karcagi kunhegyesi és beregfürdői fafaragók, tiszafüredi bőrművesek, karcagi és beregfürdői hímzők, karcagi mézes kalácsos, turkevei kosárfonó, karcagi díszműkovács és karcagi kéziszövő hímző munkái láthatók. A megnyitón Barta András és Kocsis Lajos magyar nóta énekesek, akik szintén a kiállítók között vannak, mint az Egyesület tagjai, rövid műsorral köszöntötték a megjelenteket.